Na, sziasztok! Akkor egy gyors körbetekintő innen Vádna vasútállomástól. Hát, ugye látjátok, fejpályaudvar, vagy legalábbis innen úgy tűnik, és most éppen nem nagyon van választék, de benn van egy hálókocsi. Hát egész mozdony nélkül benn van egy szerelvény. Meg a másik vágánya, mintha láttam volna egyet, ami indulásra készen van. Ha azóta nem ment ki, akkor az még itt van. És hát így néz ki a ez a vágányok felüli oldal, meg ott az állomás épület. És hát itt látjátok, ilyen nagy széles peron van. Túloldalt már vannak fedett peronok is. Hát ennyi, mindjárt akkor szétnézek a ma oldalról is. Meg majd itt benne áll egy szerelvény, azt mindjárt mutatom. Ezt nézzétek. Ez valószínűleg egy villamos fűtőkocsi. Majd valami hasonló célú lehet. Ugye felső vezetékkel rá van kötve, úgyhogy már áramszedője meg nincsen. Szerintem ez leselejtezett és erre használják most. És itt a vágány vége. Ugye földkúpit nincsen. Ütközőbak se. Itt a másik peron, bár sok érdekes itt sincs. Ott van az egylevás WC. Elfelé pedig már az utasforgalomszámra nyitott terület, van egyébként egy csarnok, ott vannak a pénztárak. Itt is benne áll két szerelvény. De egyiken sincs mozdony. És azt nézzétek, itt áll benne egy szerelvény, itt mozdony is van rajta. Hát ezt már meg nem mondom milyen fajta, de ilyen BDZ társasági. Graffiti az mindenhol. De errefele nem szokást takarítani a vagonokat. Csak amikor egyébként is újra kell fényezni fővizsgáknál. Régen amúgy a MÁV-nál is így volt, de az ott örvendetes, hogy azért lehetőleg gyorsabban letakarítják. Azért kevesebb is van összefirkálva. És itt van még egy mozdony, és rámítólag a BDZ rajta van a Bulgár Vasúttársaságnak a logója. És akkor állomás másik vége. Ugye ez a fedett peron. Hát és igen, itt van. Holnap erre fogunk menni. Hát jelenleg ennyi a felhozatal. És így néz ki kívülről az állomás. Megnézem a csarnokot is, bár nem biztos, hogy tudok filmezni, mert ha sokan vannak, akkor nem lehet. De megpróbálom. Van óra, van két eredményjelző, és itt vannak a pénztárak. Egyébként itt szép ez a csarnok.